már várjál, már mondani akarok valamit. Tényleg? Ízvilágra az... Ez is... Tényleg? Jó, hát te... Sziasztok, visszatértünk. Végül is olyan messzire nem is mentünk el. Nem. Úgyhogy folytatjuk ezt a whisky kóstoló sorozatot, szériát. Izgatottan folytatjuk. Így, így. A Bowmore-ból most a 18-as fog következni. Ez már elméletileg a szám alapján már felnőtt kategória. Úgyhogy, hogyha borcsíts az üveget. Puk. Tölthetek? Ne fogd vissza magad. Ez színre nem annyira sötét. Nem, ez jóval világosabb, mint a 15-ös. És még meg se indultak a lábak. Nézd meg! Nézd meg! Nagyon óvatos. Nézd meg! Teljesen egybe van a gyűrű. Teljesen egybe van a gyűrű. Most kezd ráncosodni a széle. Tehát azért ezt most így lezárhatjuk azt, hogy... Ez testes maximálisan. Ez körülbelül úgy, mint a 12-es, vagy még testesebb. Beleszim a tótán? Hát akkor én is. Nem a füst volt az, ami megérkezett elsőre. Nekem se, viszont utána egybe a füst illat jött. És kellemes füst illat. Tehát olyan kis... Nekem még ez a... Kis finoman. Nekem ez... Most ez hülyeség, ez a kórház illat. A fölmosott régi kórházi folyosónak az illata. Tehát egy ilyen jódos, hipós, karbolos... Igen, kórház illat. Édessel megkeverve, és a füst még nem jön a füst. Nekem megjött. Az édes kezd előre törni. Van olyan láb, ami most ért le. Nem tudom, hogy megkavartam még egyszer. Nem tudom, mi fog ebből kijönni, mert az előző kettő, az kell, hogy mondjam, szenzációs volt. Ez a kórházi folyosó, fölmosott kórházi folyosó illat, ez annyira belesimult, hogy majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy eltűnt. Nekem az arra is eljött. A karbolosság, mert egyértelmű, hogy ez a karbolosságnak valami válfaja lehet, vagy valami ezen a skálán lévő valami. Valahol kell, hogy érezzük. Hát. És a füst is megérkezett. Hát, csak egy 40%-os alkoholról beszélünk. De nem, itt ez a karbolosság... Kell, hogy valamilyen szinten alkoholt érezzél rajta. Ez nem alkohol, ezt a... Lepárló illat. Nem, ezt a kórház, meg ezt a jódos, ezt a füst alatt megbúvó illatok tudják ezt előhozni. Én úgy gondolom. Viszont most az édes, az előbb a füst is oda kacsintott. Messze nem annyira intenzív a füstösség, mint a 12-esbe vagy a 15-ösbe. Kicsit mélyebben jön elő. Én megkóstolom, én nem húzom az időt. Én még szagolgatnám pedig. Hát akkor te szagolgast. Talán egy kis almás illat most így köszönget. Alma körte. Talán. Tényleg, friss gyümölcs, most nekem a friss gyümölcs jön. És a füst is oda köszönt. Fűszeres. Sokkal fűszeresebb, mint a másik kettő. Sokkal. Hú. Igen. Sokkal. Illetve füstbe. Tudod, mire hasonlít egy kicsit a füstös íze? Vizes hamu. Egy nagyon picit nekem a Lagavulinnál. Tehát ez a mély, majdnem kicsit dohos füst. Az a vizes hamu. Jó napot kívánok. Igen, tehát nem úgy, mint a Taliskernél. Nem kicsit ez a dohosabb, kicsit a mélyebb, kicsit hamú íz. Mondom, mind a Lagavulinnál hasonló. Ez is ugyanúgy édeskés. Édeskés. Én ízre még említetted, és talán ezért is kicsit éreztem rajta ezt az almás, ezt a friss gyümölcs illatot, mikor mondtad az illatban. Viszont ízben nem jött elő. Ízben inkább megint visszakanyarodnék kicsit a ilyen aszalt szilvás, vagy egy ilyen kis
mazsolás, de nem is szőlős ízre, hanem egy ilyen ilyesmi gyümölcsösségre. Ugyanakkor az édesség is ugyanúgy megvan benne. Most egy, talán egy nagyon pici sósság, egy olyan ennyire. Nekem az annyira nem volt meg, most, hogy így mondod, most egy lehet. Pillanatra talán. Ugyanúgy édesség. Ugyanakkor édes marad utána. Ugyanúgy, attól függetlenül úgy az édes íz, nem érzem annyira rajta, mint a 12-esen vagy 15-esen. Uh-huh. Édes, csak nem annyira, tehát jobban belesimul ebbe az egészbe, ez a kicsit csak is íz, mint mondom az előzőben, úgy jobban, tehát nem... Nem akarok hülyeséget mondani. Hogy mondjam neked, mint hogy gyöngébbek lennének a hullámok. Tehát itt sincs az, hogy íz, hullám ebbe is, csak így, mint a kicsit laposabb hullámok lennének. Tehát mint olyan még harmonikusabb, még lágyabb lenne, még olyan simább lenne az egész. Lágyabb csak. Okay. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a süteményességed, akkor nem mond semmit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi vagy ez a 12-es, meg a 15-ösnél is, az a süteményesség a cseppentés után előjött. Ez a malátás édesség. Nekem inkább ez a karbolos füstösségtől róst előre. Előjött az édes kis maláta. Teljes mértékig nekem most az édes a karból mosó szappan beborít mindent. Nekem nem. Előjött az édes maláta, és utána jött ez az alkoholos illat, igen, ez a kis, nem aceton, egy kis karbolos valami, igen. Nem, a tehogy is, az acetonnak semmi köze az a karbolhoz. A karbol nálam azt a natur, sima, vágott mosószappan. Hát olyan nincs benne. Nálam az a karbolosság, és annak az enyhén lájtosabb, durvább, hát a legdurvább változat az az agresszív kórházillat, a lájtos változat az, amikor ezt a karbol habot érzed. Most ez meggyöngült, lágy édesség, de még mindig szór egy kicsit, tehát nem szór ez hülyeség, agresszívan türemkedik fel az óromba az illata, de nem szór. Hopp. Igen, most érkezik meg ez a süteményes dolog. Nekem itt van. Nekem most jön. Viszont ennek a süteménynek meg van égve az alja. Kemencébe. Megégett az alja. Nekem nem. Nekem itt... És most dominál ez az égettség. Füstösség van, és azon rajta a süteményesség. Nekem így keverednek az illatok, tehát így egymás követi sorrend össze-vissza, édes, gabonás, füstös, kicsit karbos, és így csaponganak most így össze-vissza az illatok benne. Tehát ezt is úgy kérzem. Nagyon lájtos, almás. Is, most nekem ilyen nagyon lájtos, most ez, már százszor mondtam ezt, hogy ez a nagyon lájtos almás. Ez a nagyon lájtos almás, ez nekem tudod mit akar? Ez a tengeren túlról származó alma, amit az ötségesnél veszel meg. Amit fővágsz, mint egy zöld alma, tudod, ami ekkora, és tudod, se íze, se bűze. Az import alma, tudod, aminek úgy jó néz ki, de úgy semmi beltartalma nincs. Most ezzel nem a viszkit akarom leszólni, hanem az almát. És nekem ezt most megint ez a karból, de nekem az előbb ez a nagyon lágy alma volt enyherezességgel keverve. Nekem nem. Nekem inkább egy ilyen szilvás, diós, tölgyfás, meggyes, nem. Mondom, inkább ilyen szilvás, diós, tölgyfás. És nekem ez a rezes. Gabonás, nem is úgy sütés, tehát még a 12-esnél nápoi is zacskóbontás, itt azért nem. De úgy nagyon sütiségnél sem, mondom inkább így külön-külön kis gabona, kis dió, kis szilva, kis tölgyfa, és úgy mégis komplex, de külön-külön. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy fatüzelésű kemencében megsütöttek egy szilvás kalácsot. Tehát
és az egészet beborítja a füst, tehát ezt a karácsot. Tehát ennyire nem, de úgy, hogy mégis így a pici részletekben így elő-elő jönnek így külön-külön, mint ezek a hozzátevők. Viszont úgy egészben egybe készen úgy nincs meg. Nekem most határozottan, tehát amikor odamész a vörösréz lepárlóhoz, és megszagolod a vörösréz lepárlónak az oldalát. Tehát ez a érzed, hogy az egy fém illat, egy rezes, az van ez a lájtos, mondom, ez a tengeren túlról érkezett almá, fővágott almának az illatával, ez a rezes, az van most így karöltve. Próbálom a füstöt kihozni belőle. Ott van. Tényleg? Ott. Nem durván, nem hivalkodóan, de az egészet úgy lágyan beborítja. Ha ott is van, akkor ez nagyon-nagyon nagyon össze van símúva az egészet. Mint egy ilyen füstbuborékban ott lennének a kis különböző kis ízek. Én még füstbuborékról se beszélnék. Nekem olyan, mint ha össze volna símúva ez. Kóstoljuk. Nekem ízből is ezt hoztam. Az enyhén kis dohos. Megint. A vizes hang, nálam a vizes hang. És dohos füstbe, füst szépen az egészet körbe eléri ezt a kis, mint az előbb is említettem, kis édeskés, kis, mint a kis diós, mint a enyén szilvás, kicsit ilyen... Csípőség meglágyult. Tölgyfás, igen. Fűszeresség meglágyult. A kis fűszeres kis egész ízvilágot. Jó. Lehet, hogy sok volt az elvárásom azzal, hogy 18-as. Akkor is azt kell, hogy mondjam, ez Kenterbe veri a Chivas 18-at. Bármilyen szinten. De a 15-ös meg a 12-es is Kenterbe veri. Nekem megint ez a vizes hamu dominált, lágy és édesség ott van alatta. A fűszer az tényleg nagyon meglágyult. Szívesen visszakóstolnám a 15-ös meg a 12-est. Pontszám? Azt vártam, hogy ez lesz majd a 10-es. Nem, 10-es nem. Azért nem kaphat 10-est. Azt mondom, hogy azt vártam, hogy ez lesz majd a 10-es, vagy ez volt a vízióm. 8-as ő is. Igen. Azért 8-as finom, komplex, tökéletes. A 12-es annyira finom, viszont, ami jött be. Viszont, hogyha most így összehasonlítom a 3-at, érdekes módon nekem a 12-es ízlet a legjobb. Hát, pont ezt akartam mondani. Ha lehetne, a 12-es választanám. Ez is finom, harmonikusabb, lágyabb, kicsit komplexebb, kerekebb, minden. Viszont nem tud annyival többet, mint a 12-es. A 12-es is komplex, kerek, minden. Kicsit úgy vadabb, picit vadabb, viszont én azt mondom, hogy ízvilágra az... Ez is, viszont ez azért nem tud annyival többet. Többet tud, kicsit másabb. De annyival nem másabb, meg annyival nem finomabb számomra, hogy egy magasabb pontszámot kapjon. Agyaltam, hogy 9-es, viszont nem tud annyival többet, mint a 12-es. Meg se fordult a fejembe, hogy 9-es. Meg se fordult a fejembe, hogy 9-es. Azért mondom, hogy azt vizionáltam, hogy majd ő lesz a 10-es. Meg se fordult. És pontosan ugyanígy vagyok én is. Nálam is a 12-es viszi a pálmát, és kíváncsi lettem volna, hát sajnos az első benyomás élménye az most már megvolt, de kíváncsi lettem volna arra, az a baj, ha ezt tudtuk volna előre, akkor azt mondtam volna, hogy bazd meg, kezdjük fordítva. Igen. Kezdjük ezzel, és haladjunk vissza, és úgy mit üt, és lehet, hogy akkor azt mondom, hogy a 12-es megkapta volna a 10-es pontot. Uh-huh. Ha most itt a 8-asról indulunk. Mert a 12-es jobban tetszett, mint a 15-ös, a 15-ös jobban tetszett, mint a 18-as. Tehát kíváncsi lettem volna, hogy mit mutat ez fordítva. Ha van rá módotok, és még nem kóstoltatok bómórokat, és esetleg ezt a sort megrendelitek, akkor próbáljátok ki azt, hogy először a 18-ast kóstoljátok meg, aztán a 15-öst, és végül a 12-est. Ha ezt tudtuk volna, hát, én szívem szerint most így visszagondolva, hogy ezt a 3-as sorozatot megkóstoltuk, én szívesen kipróbáltam volna ezt.
hogy milyen visszafelé, és lehet, hogy a 12-es mindet leverte volna. Ezt én úgy gondolom, ki fogjuk próbálni, azért elképzelhető, hogy kamerán kívül van még az üvegben, úgyhogy erre vissza fogunk térni. Azt majd egyszer lehet ugyanis mondjuk, hogy mi lett belőle az eszmefuttatás. Addig viszont... Még... Várjál, még én mondjam már valamit. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy minden egyes feliratkozónknak örülünk, és minden egyes új feliratkozót üdvözlünk itt a csatornán. Úgyhogy ha van kedvetek és tetszettek a videók, akkor iratkozzatok föl, mert örömmel fogadunk benneteket, és várjuk az ötleteiteket, hogy mit kóstoljunk meg. Találkozunk a következő részben. De olvasni nem. Tényleg? Jó, hát de jó. Ezt akartam az előbb is mondani, hogy nem akarsz olvasni. Tényleg? Várjál már. Mondani akarok valamit. Igaz, hogy te le akarod zárni már videót. Olvas. Bomor 18 éves. A 18 éves változat teltebb, ősziesebb, megjelenésű. Hát most tényleg ez honnan jött, hogy ősziesebb megjelenésű? Lehet, hogy a lila címke miatt. Bazd meg, ez honnan jött? Nem tudom. Őszi. Bazd meg, és tényleg az már ősziesebb megjelenésű. Mint a 15 éves, viaszos, narancshíjas zamata, füstösséggel és égett cukor aromáival keveredik. Nézzünk egy másik szakvéleményt. Bomor 18. Szín. Rezes szín, arany, gesztenyebarna árnyalatokkal. Illat. Elsőként édeskés. Édeskés, a mindenhárom egy édeskés volt. Szilvára. Na. Sárga barackra. Na. És egyéb zamatos nyári gyümölcsökre emlékeztető illatokat érzünk. Gratulálok. Majd kezd előjönni a tőzeg füst orcsiklandó illata. Ez így történt. Ez így történt. Tehát nem a füst baszott orra. Nem. Hanem az, hogy gyönyörűen mutogatott valamit, és a füst az majd csak olyan finoman kúszott oda. Ez eddig nagyon jó leírás. Ízvilág, összetelt single malt íz. Na. Malátás íz ott van. Hát. Az illatok az aromákban is visszatükröződnek, és kellemesen hosszú, füstös utóíz marad utánok. Nem annyira hosszú füstös utóíz. Tehát nem, ez azért nem ilyen... De az ízvilág az annyira nem pontosan van megfogalmazva. Jó, hát azt írja, hogy az illatokból lehet asszociálni az ízekre. Ettől független egy nagyon jó viszkérdés. Jó. Zárva sorainkat, nem tudom, hogy te még szeretnél valamit mondani. Bazzeg, Bobi, ez komolyan mondom, hogy ez egy nagyon jó választás volt ez a sorozat. Régóta kerülgettük, hogy majd egyszer, megkaptuk hozzá a lökést. Megám egy kommentbe, köszönjük az ajánlást, aki ajánlotta, első osztályú ajánlás volt. Jó választás ez volt. Ez egy nagyon jó élmény volt, tök örülök, tényleg, hogy ezeket megkóstoltuk. Tehát egy élmény volt még mindig, legközelebb találkozunk, addig is sziasztok! Ciao.